Sziasztok! Biztosan sokan használtatok már névgenerátort. Legtöbbször ugye általában az ember játékhoz használ... Legtöbbször ugye az ember általában játékhoz használ ilyen névgenerátort, mármint egy átlagos kocka játékhoz használ névgenerátort, hiszen szeretné, hogyha a kedvenc fantasy karakterének valami autentikusabb neve legyen, hogyha mondjuk egy törfajjal játszik, akkor tényleg olyan törpös hangzású neve legyen, vagy ha tünde, akkor lányos, illetve tündés hangzású. Hello, én Daexina vagyok. Téged hogy hívnak? Én XXX aláhúzás multiatomkiller hashtag 56 kötőjel TB23 vagyok. Van több ilyen névgenerátor is a neten, a legtöbben lehet állítani kategóriát vagy fajt, tehát valamilyen szempontot, hogy milyen hangzású nevet szeretnénk. Farkasember, tündér, póni vagy például ork. Én most az egyik ilyen oldalt, a fantasynamegenerators.com-ot fogom megnézni, ugyanis láttam itt igen érdekes hangzású generátorokat, amiket el nem tudom képzelni, hogy milyen nevet gyárt ezeknek. A kategóriák is több kategóriákban vannak sorolva, tehát van ilyen, hogy fantasy names, és akkor itt találunk ilyeneket, hogy például tündérnevek, vagy lovagnevek, vagy például ógrenevek, ugye a tök általánosak. De például vannak ilyenek, amit én el nem tudok képzelni, hogy mi lehet, vagy hogy milyen lehet, hogy cowboy nevek. Jó, persze a western filmekben is van neve a karaktereknek, tehát valószínűleg olyan, de például hidra nevek, hidra, milyen neve van egy hidrának, vagy például brownie names. Brownie, ez a brownie nekem az a zangos süti. Erre rá is kattintok, ezt muszáj megnézni. Itt ki is dobott például olyanokat, hogy Maon, meg Pion, meg Sus, meg Fius, meg Kuthi. Az igen, és alul lehet választani, hogy férfi vagy női, vagy semleges. Milyen ezekből a női? Beun, Hol, Híd, Kreuch, Simho, Bethis. Jó, biztos van ilyen fantasy faj, csak én nem ismerem őket. Láttam egy másikat, ami nagyon megmozgatta a fantáziámat. Killer Names. Na lássuk. The Cocktail Slayer. The Ritual Slayer. Gratulálok, Csabusa! Ön kiérdemelte az Oscar díjat angol kiejtésből. The Toothless Slayer. Az de félelmetes. A fogatlan gyilkos. Megfagyott a vér az ereimben. A bohóc. Az mondjuk már igen. A vérfarkas. A borbély. Végül is Svinitotból kiindulva, miért ne? Nézzünk még gyilkos neveket. The Evil Eye Murderer, a gonosz szemgyilkos. The Motel Slayer, a motel gyilkos. Van itt ilyen, hogy Pets, és ez megnyit még egy párat. Például, hogyha te szeretnéd a házi állatodat, mondjuk a majmodat elnevezni, akkor ez az oldal segít neked. Azt mondja, Honey, Bean, Austin, Redcliffe, Rayman, az igen. Mondjuk az is sokat ugrál. Franklin, Baldrick, mondjuk én lány majmokat szeretnék. Lila, Darlene, Elissa, Jolie, Faith. Na ez is nagyon vicces lehet, szuper gonosz nevek. Legalább olyanra számítok, mint a gyilkosoknál. The Shaggy Swine. Ez jól értem, a kövér malac? Ó, nem, bocsánat, ez a kopott sertés. Ugye milyen ijesztő? El ne kapjon a kopott sertés. Vagy például itt van Agent Creepy Sirén. Ijesztő szirén ügynök. Ezt nem bírom ki, ezt úgy, ahogy van, bemásolom ide. Szerencsétlen szirén ügynök. Vagy szirén ügynök. De így, hogy szirén, az a sziréna. Aha. Tehát így sziréna, akkor ezek szerint ez a szerencsétlen sziréna ügynök. Mi az, hogy Repulsive Swallow? Visszataszító fecske. Hát jó, igazából a Google fordító az még egy szintet hozzá, tehát hogy szerintem nem mindig tökéletesen fordítja le, szóval így még viccesebb. Például The Short Robot. Ez nem is tudom, hogy lehet ezt filmetesen előadni. A kicsi robot, én vagyok az alacsony robot. De mondjuk a Google fordító azt mondja, hogy szerinte a rövid robot. Ó, nézd, hogy Black Death az első az, amit tényleg ijesztően hangzik. A több inkább vicces volt. Mi? Ghost Classifications, szellem osztályozások, jól értem. És tényleg, gondolom, hogyha a játékot csinálsz, és szeretnél benne szellem ellenséget, és nincsenek ötleteid, hogy milyen fajták legyenek, akkor például első kategóriájú portál gonosz. Vagy itt van a másodosztályú durva fantom. Az is valami.
vagy a hármas típusú gyerekszerű szellem. Van itt egy olyan menüpont, hogy Real Names, ezt gondolom igazi neveket generál. Például cseh, dán, angol, francia, magyar, hát ezt meg kell nézni. Budai Mário, Fülöp Henrik, Miksa Dávid, Dobos Bendegúz, Magyar Adrián, Nemes Zsombor. Na hát is tényleg, de jó. Mondjuk férfi neveket, hát ha kiírja az enyémet. Nem. Jó, mondjuk nem egy gyakori nevem van. Nyilván azoknak van előnye, akik ilyen gyakori vezetéknevük van. Például a Vörösek, a Bognárok, a Vincék, a Mészárosok, stb. A real names-ek között is azért vannak egész érdekesek, például hippi nevek. Azt mondja Sierra, meg Burgundy, meg Desert, meg Strider, Jay, Cosmic, női nevek. Ode, Soltice, Eterál. Legyen férfi név. Milyen hippi lennék? Nem is tudom. Sydney. Ez nem női név. Om, Kami. Mondjuk ez a van. Ezt tetszik, ez a van. Így átjönne valaki és kérdezni, hogy van? Nincs van. Hát hol van? A boltban van. Van itt olyan, hogy place names. Lehet itt generálni például dungeon neveket, vagy tó neveket, vagy pizzeria neveket, vagy nem is tudom, mindegy, nightclub. Lássuk, milyen nightclubokat lehet. Sepia, Troy, Loopy the Sheep, Petal, Club Solo. Hát ez nem hangzik valami jól. Én nem mennék ismerkedni egy Club Solo-ban. Érted? Quicksilver, Deny the Dream, haszta mindenit, Karma. Ó, ez úgy hangzik, ez pont úgy hangzik, mint a másnaposság. Na jó, kibulisztad magad, ha, itt a fejfájás. Ragdoll, Ronybaba, hát ez se túl vonzó név. Country, Nation, Names, országnevet. Azt mondja Ogloinia, meg Usokegro, Vuspain, Kokrad, ó, ez igen. Smaunia. Film, stúdió, nevek, komoly, csillagnevek, stadion nevek. Ez még betegebb, mint a fantasy nevek. Ott tényleg csak föl van sorolva egy rakásfaj. Meg vannak kasztok is. De itt a hely neveknél bolygó név. Aztán van még egy menüpont, az other names. Na itt aztán mindenféle lehet. Most csak így véletlenszerűen válogatva, vallás nevek, magazin nevek, tánc nevek, meg alatt, mi az, hogy dátum nevek, könyvcímek, de ez a műhold nevek, ez mi? Szupererők. Ez nagyon veszélyesen hangzik, szupererőt generálni. Azt mondja, Control Shadows, az a tudod irányítani az árnyékot, ez tök jó. Venom Speed, az a biztos a savasköpés. Smoke Secret, ezt meg kell nézni. Kiválasztás, füstkiválasztás. Color Manipulation, de minek a színét? Bárminek a színét? Liquid Skin, folyékony bőr. Beszélsz a halottakra, hiperlélegzés, aztán nem tudom képzelni, meg Mind Blast, Super Agility. Ahogy elnézem, ezek igazából előre leírt képességek, és azokból válogat. Különben sokkal viccesebbek lennének. Ó, várj, itt van még más is, mert hogy Pop Culture, Pokémon leírások, Pokémon nevek, most komolyan Pokémon neveket is generál? És tényleg, Fiera, ez nem tudom létező nevek, papajak. Vagy generálja? Gondolom ezeket is generálja. Én először csak ezt a három menüpontot néztem, de úgy látszik itt sokkal több van. Harry Potterből, Gyűrűk urából, X-Men nevek, mi a túró. Aztán van még egy kategória, itt description-öket, leírásokat lehet generálni. Most komolyan, mondjuk egy háznak. Aha, és itt szépen leírja, hogy milyen a ház. Ez igen. És van még other kategória is. Suli tantárgyak. Military history. Necromancy. Na igen, azt kéne az iskolában tanítani. Grand strategy. Az igen. Magic sport. Varázssportok. Az igen. Alien finance. Most a finance az a... Ez a fér, nem? Ja nem, az pénzügy. Tehát idegen pénzügy. Már mint hogy földön kívüli pénzügy. Mondjuk ezt szívesen tanulnám. Halott nyelv, kultúra. Ezek tök jók. Ez egy military law. Úristen. Földön kívüli pszichológia. Tökéletes. Zászlógenerátor. Kreátor. Ó, és van benne ilyen kis összerakás tényleg. Ez más akkor. Graffiti tags. Nyelv, hív, hajív, liók. Hát
Ez igen, itt gondolom csak a betűket sorsolja véletlenszerűen. Hacker nevek? Na, válaszunk magunknak egy jó kis hacker nevet. Storm, és... Ja, hogy ilyen számokkal is leírja, értem. Craze, Gloom, Claw, Night, Aspect, Wasp, Fungus. Mi az a fungus? Dimple, Parasol, Little Waxy Cap, Mushroom. Ja, hogy gombák. Temető nevek. Azt a mindenit. Na jó, mondjuk utoljára válaszom magamnak egy candy, egy cukorka nevet. Mindig is szerettem volna magamnak egy igazi édesség nevet. Sugiz, Coils, Cheddies, Pau Paus, Peekers, ez nagyon furán hangzik. Cheese Locks, sajt lakatok, Cheese Locks. Hát ez így, el nem tudom képzelni sajt, mint édesség, de akkor ezzel zárom. Ajánlom mindenki figyelmében ezt az oldalt, illetve hát az összes generátort a neten, lehet, hogy ennél még betegebbek is vannak, de ez például nagyon jó oldal. Ja, ez nem reklám akart egyébként lenni, csak tudtam, hogy létezik ez az oldal, és gondoltam, megosztom másokkal, hogy itt aztán lehet válogatni. Elkezdesz egy játékot, és választanod kell magadnak drogot. Nem jut eszedbe semmi értelmes, hát följössz az oldalra, rákattintasz, és generálsz magadnak egy jó kis drognevet. Wolf, Spice, Oz, Smooth, Jiggy, Venom, ez igen. De persze senki sem játszik ilyen játékkal, mert a drog rossz. Értem? Hát nem is olyan könnyű eldönteni, hogy a Trón névgenerátor, vagy a Dinosaurus névgenerátor a betegebb. Makrotrachelkiomius. Makrotrachelomimus. Nem. Makrotrachelomimus. Ez a hosszú nyakú mimik.